Ugyan egyelőre még a szokásosnál kedvezőbb az időjárás, de már közeledik a tél, amely a hajléktalanok számára évről évre a legkritikusabb időszak. Az oltalom szeretett szolgálat az év minden napján menedéket és ellátást biztosít a fedél nélkül élők számára, a leghidegebb hónapokban pedig speciális szolgáltatásokkal segítenek a rászorulóknak, fejtette ki Laborci Géza, az intézmény vezetője 35 perc című műsorunkban. Ami új elem, hogy minden évben a hajléktalanokért közalapítvány segítségével megpályázunk egy úgynevezett lábadozót. Ez egy a szociális és az egészségügyi ellátásnak a keresztmetszetében meglévő szolgáltatás. 10 főt az éjjeli menedékhelyen kialakítunk egy szobát, ide 15 főt tudunk fogadni, akik a kórházból kikerülnek, de még igényelnek egészségügyi ellátást, azok ott maradhatnak, és egészségügyi ellátást, tehát szakemberek segítségével gondoskodunk arról, hogy ne az utcán kelljen a betegség utáni időszakukat eltölteni, ott teljes ellátást kapnak, és ott is lakhatnak. Tehát ez a lábadozó, ez is mindig a krízis időszakban indul. Az oltalom szeretett szolgálat éjjeli menedékhelye 140 fő befogadására alkalmas, ugyanakkor télen a leghidegebb napokon ezt ki tudják bővíteni, annak érdekében, hogy senki sem maradjon az utcán. Laborci Géza elmondta, az intézmény rehabilitációs programjában segítséget nyújtanak a hajléktalanoknak abban, hogy újra visszatalálhassanak a munkavilágába. Ebben fölkészítjük az ellátottainkat a nyílt munkaerőpiacra való helytállásra. Most az intézményen belül végeznek fenntartó, tehát karbantartó munkát a hölgyeknek, van egy varrodájuk, akik kiváló, gyönyörű dolgokat varnak, és azt tapasztaljuk, hogy ezeket, ha segítjük, akkor így válnak alkalmassá. Laborci Géza hozzátette, az oltalom szeretett szolgálat ellátó rendszerének nyilvántartásában mintegy 300 hajléktalant regisztráltak Nyíregyházán, ez a szám az évek során csekély mértékben változott. Van azonban változás az összetételt illetően, mint elmondta, évről évre több nő kerül az ellátottak közé, valamint a fiatalok száma is növekvő tendenciát mutat.